pünkösdiétre ételsor nem maradhat el sütemény nélkül. Hiszen ünnep nem maradhat el sütemény nélkül, de mióta eszünk egyáltalán süteményeket? Nem volt mindig a süteményevés azért a gasztrokultúránk része, egyáltalán cukros ételek. Hát a cukorról egy külön regényt lehetne írni, Kisbán Eszter néprajzkutató fantasztikus módon dolgozta föl a cukornak, de mellette a kávénak is például a bevezetését, a paraszti konyhára, a polgári konyhán keresztül. A pünköst hagyományos étel sorában a tésztafélék között azért a kalács és a rétes voltak a meghatározóak. A 19. században még a kalácsfélék uralták, és a rétesfélék uralták a mezőnyt, a süteményfélék vagy az édes ételeknek a mezőnyét, kevesebb cukor kellett hozzájuk. És aztán, amikor a cukorgyárak elkezdtek elterjedni Magyarországon, a répacukornak a termesztése, ez a 20. század első része, 1912 az első cukorgyárak még az osztrák-magyar monarchia idején, a cukor olcsóbb. Ez már répacukorból termelt cukor. Ez répacukor volt, mert korábban ugye nátszukorból, de ezt is dolgozták meg, úgy tudom, 1700-as évek végén Mária Terézia a fiúme mellett építette cukorfeldolgozó üzemet. Szóval egy ilyen nagy pálya és nagy siker volt az édesíznek a térhódítása, úgyhogy közben az ételek csak részben változtak meg. Nos, a sütemény az igazándiból a paraszti konyhán az a 20. század közepe, de azért mezővárosokban sokkal egy jó, majdnem egy fél évszázaddal korábban már jellegzetes volt. Itt most pünköstkor olyan alapanyagokat használunk, és a mélyepres süteményünkhöz is, amelyek ilyenkor már rendelkezésre álltak. Ilyenkor már azért, főleg ha nem egészen korán van húsvét, akkor van májusi cseresznye, van földi eper, még a megy az nem igazán, de arra törekedtek, hogy ezeket frissen el tudják használni. És ezért választottuk mi is most az epres süteményt. De hogy eleve, tehát beszéltünk a 20. századról, a 20. század második felében is irtozat izgalmas sütemények. Tehát, hogy az átkos időszaka alatt, hogy milyen zseniális dolgok születtek egyébként egy hiánygazdaság ideje alatt sütemény szinten, a 80-as évek lakodalma sütemény kultúrája szerintem külön megérne egy könyvet. És hogy ebben a sütemény kultúrában, és ezzel megjelenik a cukor, mindenki számára elérhetővé válik, hogy benne van ennek a paraszti kultúrának az integráló képessége, ami szerintem zseniális. És a 80-as évek visszaugrunk, ott van a Fanta szelet, aminek mondjuk ki azért a gasztronómia értéke nagyon csekély, de nagyon tükrözi azt, hogy egy parasztember találkozik valamivel, tehát hogy ahogy a disznóból a fogán kívül mindent feldolgozunk, a kakasnál is ezt láttuk, hogy gyakorlatilag minden alapanyaga felhasználásra kerül, és ott is bemegy a boltba, valami sárga folyadék van egy üvegbe, és ő süteményt készít belőle, de idehozhatnánk a tejes zacskót, amiből szintén az átkos ideje alatt alaposan kimosva, csíkokra vágva, lábtörlőt csomóztak, tehát hogy mindent felhasznál egy háziasszony. Viszont beszéltünk arról, hogy a történeti szakácskönyvek és a főúri konyhákhoz használt receptgyűjtemények mennyire meghatározóak voltak. Most ez később is így van, csak sokkal szélesebb körben. Éppen a 1970-es, 80-as évek az az időszak, amikor elkezd rázódulni az emberekre a különböző műfajú recept a könyvben, a folyóiratban, a magazinban, aztán a televízióban, aztán egymás között. Miközben a 20. század elején volt egy füzetecske, egy parasztasszony számára, de akár egy városban élő polgári háziasszony számára is, és a füzetbe írta kézzel, gyönyörű szép kézírása bele a recepteket. Most pedig egyszerűen mappákba kezdik el gyűjteni. Sőt, egy gombnyomásra receptnek a százait lehet lehívni, hát gyakorlatilag a gépünkről. Ez már a következő korszak, igen. Ez a mostani életünk korszaka, amikor videók vannak, az internetről megszerezhetünk recepteket. Mi is egy ilyet készítünk. Ja, és akkor mit is csinálunk? Egy epres lepény a terv. Egy nagyon egyszerű paraszt piskót vagy paraszt sütit készítünk, vajjal, porcukorral, liszttel, és meg fogjuk potyogtatni eperrel, megsütjük, és egy picit meg legyen tekerve, és visszatérünk egyébként ennek a paraszti kultúrának a nem dobunk ki semmit gondolatához. Aludt tejet fogunk használni, aludt tejet, amit most már nekünk úgy kell külön vásárolni, hiszen most kapható tejek nem alszanak meg, bármit csinálnak
ahelyett, hogy megaludnának. Megaludnának, akkor megkeserűek lesznek. Igen, rettenetes, inkább disperzit, de hagyjuk is. Tehát, hogy alud tejet fogunk egyébként habosítani, ez egy picit kortárs technológia, hiszen egy szifonban fogjuk felhabosítani az alud tejet, és ezzel a picit savas ízzel fogjuk, ami nagyon illik az eperhez, ezt a piskótát majd tálalni, de szerintem lássuk hozzá és nézzük meg valóban. Ez csak azért is jó, ötletként is, mert hogy nem csak a koronavírus járvány miatt, de talán felértékelődött most az otthon készített ételeknek a szerepe és jelentősége. Ez tipikusan az az ételfajta, süteményfajta, amit nagyon gyorsan össze lehet dobni. Nagyon gyorsan. És a legjobb, hogy bármit el tudunk benne használni, hogyha maradék eprünk, és bármilyen egyéb gyümölcsünk van. Jó, akkor én fölverem a tojást, vagy fölütöm a tojásokat. Fölütöm, 4 darab tojásra lesz szükségünk. 20 deka porcukor, 20 deka liszt, 20 deka vaj, 4 darab tojás, és amennyi eprünk van. Szólj, amikor majd a tojást van. Beletehetem. Hogyne? Mert egyenként ütöm föl. Ugye ez egy alapszabály, mert hogyha hűtve tároljuk is a tojást, hogy nehogy véletlenül egy, úgy mondjuk a negyedik ne legyen egészen tökéletes. Jártam így, de ezt el kell mondanom, ezt csak a házi asszonyok csinálják. Mármint, hogy egyenként verik, ütik fel a tojást. Hát akkor én most háziasszonyi szerepkőben leszek. Nagyon örülök neki. Jó. Szóval akkor majd szóljál, amikor mehet bele a tojás. Egy csipet sót tettél, ugye? Még nem, de fogok mindenféleképpen, is készítettem. És megy majd meg bele egy csomag sütőpor és egy csomag vaníliás cukor. Azt már tehetjük is. Akár mehet is a sütőpor is és a vaníliás cukor. Itt van, ide van készítve. És ugye ezt érdemes elmondani, hogy az édes ízű ételekbe az egy cseppecske só, az nagyon jó jön. És a sós ízű ételekbe például kolbászba is szoktak egy kis polcukort, de nagyon keveset beletenni. Eper nem igazán az a növény, amiből sokat csináltak régen lekvárt, hanem az volt fontos, hogy frissen, minél többet akkor, amikor érik éppen, akkor meg tudjanak enni. Olyan jó így pünköskor egy kicsit a piros színről is. Hiszen piros pünkös napja, miért hívják így? Hát pontosan azért, mert nem csak azért, mert a piros pünkös napja van ilyenkor, hanem de miért piros pünkös, de egyáltalán? Hát a pünkösdi rózsa ilyenkor virágzik, és a pünkösnek a növénye, a virága, a legigazibb növénye az a rózsa, és ez a pünkösdi rózsa alapvetően piros. Piros pünköskor nem csak pünkösdi királyválasztás van, ami a legényeknek a virtusa. Ugye a hagyomány szerint, aki ilyenkor győzött, pünköstkor a viadalon, akkor ő neki egy hétig ingyen járt az ital a bor a kocsmában. Szegényként. De hát azért az is hozzátartozik, hogy a pünkösdi királysághoz azt tartozott, hogy valami rövid ideig tart, és például úgy volt eredetileg, hogy a kiegyezést követően Ferenc Józsefet pünköstkor koronázták volna királyá. És egy nappal áttették a napot, hogy nehogy véletlenül pünkösdi királyság legyen benne, belőle. De ugye a kislányok... Igen, erősen áthallásos lett volna, de nem is sikerült végül is, elég sokáig uralkodott. Igen, majd. Igen. No, ez kész. Szóval ilyenkor még a kislányoknak a pünkösdi királyné járása is nagyon fontos. Hiszen pünkösdi királyné nem csak király volt, igaz? Így van. Neki mi járt a győzelemként? Egyrészt ugye egy kisebb lány volt, akit egy fátyollal letakartak, és ezt vitték körbe, sétáltak körbe a leánykák, és aztán énekelték, hogy mi van ma piros pünkös napja dalocskát. Aztán megemelték, és azt mondták, hogy ilyen legyen a kentek kendere, mert hogy minél magasabb volt, magasabbra emelték, annál hosszabbra nőtt a kendere. De jó. Én ezt rápotyogtatom. Potyogtast. Mennyi idő alatt sül meg? Megérkezik. Szerintem 15-20 percnél tenni, több nem kell. Egy jó 160-170 fokon. Ha belegondolsz, hogy az alud tej mennyire hétköznapi étel volt, hiszen amikor tehenet fejtek, az esti vacsora étel az nagyon gyakran alud tej volt, kenyérrel nagyon egyszerűen, de itt most egy kicsit megcsavarod. Ezt meg fogjuk édesíteni.
és ennek a savasságával, édességével játszva fogunk egy nagyon friss habot. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó étvágyat.